Üdvözlünk mindenkit! Bemutatkozom, hogy Ádám Adrián Gyulai Solymás, én Szeneferenc Jézus Gyulai Solymásnak vagyok. És most délelőtre Bozár Jánosnak lett volna egy Solymásnak előadásra, megkérdezte. Ő úgyhogy nem fog eljönni. És akkor mi tartunk a Solymás bemutatót, meg pár szót azért mi is beszélünk így a Solymásokról. Egy kicsit bővebben délután is fogunk róla beszélni. Nyugodtan lehetne kérdéseket is feltenni, közben is, utána is. A két madár, akit hoztunk magunkra, ők solymás madarak, de nem solymok, hanem vörösvállú bőjének. Ugyanis erre a bemutatási célra ők a legalkalmasabb faj. Egyébként kerecsen solymok, amit ugye a magyarok szent madarának tekintenek, a tekintünk. Magyarországon nem szabad tartani, solymás célra sem annyira védik a hivatalok. Hát ez kicsit megosztott, hogy ez jó van-e így, vagy nincs. Környező országokban, Szlovákiában például lehet solymászatú célra használni, Magyarországon nem. Pedig itt a régióban itt van a legtöbb keresen solymászat. A legnyugodabb előfordulása. A nagyobb madár, ami a kezemen ül, ő egy tojó. A ragadozó madaraknál mindig a tojók a nagyobbak, általában egyharmada. A kisebb is a tojó. Ők fiatal egyéves madarak, lendés közben vannak. Jó végére teljesen egyébként vörös lesz a válasz is, hogy található benne. A solymászat az egyidős körülbelül a magyar nép kialakulásával. Európában honfoglaló őseink hozták magukkal, előtte itt nem volt jelen. A solymászat Magyarországon hungarikusként van nyilvántartva, de ami ennél még megtisztelő cím, hogy az UNESCO a kulturális világörökség részeként tartja nyilván, konkrétan a magyar solymászat. Talán éppen ezért, mert hogy mi hoztunk Európába, Ázsiából, hasonlásra. Pár szót beszélnünk a solymászat közökről is. Ugye a legszembetűnőbb eszköz az a solymászkesztyű. Ennek elsődleges funkciója, hogy a solymász kezét megvédje a ragadozó madaraknak a nagyon egyes körmétől, de a madaraknak is egy nagyon hasznos eszköz, mert kényelmes ülésbiztosít. Sokkal kényelmesebben ülnek, mint egy kutatóban. A madár lábán bőrbéklyó van, ehhez úgynevezett konokbéklyó van erősítve, ami forgókarikához csatlakozik, azt pedig egy rövid fórázzal a kesztyűhöz van erősítve, majd mindjárt elengedjük a madarainkat, szabadon fognak betűnni. Csak az egy kis rövid átszertámozási folyamat igényelni, ugyanis ezzel a szertámozattal nem szabad elengedni a vadászmadarat, csak úgynevezett vadászbéklyóval. Ez egy hasonló kősz, hogy a végén egy körgöm, ezt mondjuk a béklyóra eltenni, és akkor nem fog tudni felakadni sehova. Tehát ezek a szertámokat felakadnak, azért nem szabad elengedni ezzel a szertámozattal. A madár lábán található még körgő, ennek az a funkciója, hogy hát a solymász hallja, hogy a madár merre tartózkodik. Illetve a csörgő hangjából még a madár hangulatát és szándékát nagyon tudunk következtetni. A madárlábán még gyűrű is található természetesen. Magyarországon egyébként minden ragadozó madár védett madár, és regisztrált, tehát engedélyen tartott madarakról van szó nyilván. A madárlábán található még rádió jeladós eszköz, ez egy modern eszköz. Jogszabály ezt is kötelezővé teszi, csak ilyen eszközzel szabad solymászmadarat elengedni. Hogyha nem találnánk meg a madarunkat, akkor van keresőműszerünk, és akkor ez alapján meg tudjuk találni a madarunkat. Ez ugye a madár biztonságát is szolgálja. Ugyanis ezek nagyon szelíd madarak, kézzel nevelt madarak, az ember tekinti fajtásuknak, és épp azért, hogyha ők elkoborolnának tőlünk, amikor megéheznének, akkor valószínű, hogy legelőször is egy baromfűzzel látogatnának meg, ahol zsákmányt ejtenének, és ott azért nem dicsérné meg a gazda valószínű. Hát lehet, hogy előbb vagyon verné, mint mielőtt elolvasná a gyűrű számot. Mi a sonok? A nefene rá? Hát el vannak nevezve a hímet Ábelnak, hívják a tojót borókának. Egyébként nincs túl nagy jelentősége, mert a madaraknak nem szólítjuk néven. Mindjárt meg fogjátok látni, egy fűcsó és egy kézmozdulat lesz a jelük. Tehát nincs olyan jelentősége, mint a kutyáknál például, hogy néven hívjuk őket. És azért el szokták nevezni a solymászot a madaraiknak.
Jó. Itt egy nagyméretű solymász fel is kell látható nálam, ez egy ilyen régi honfoglalás korabeli. Ez egy örgős típusú, át lehet fordítani. Ebben a részben szoktunk a zsákmányt tenni, első részben pedig egyéb tartozékokat. Található még egy kisebb bőrtalisznya, ebben lesz a hívóhús, vagy italomfalatot teszünk a kesztyűre, és akkor ezért fog a madár nagyon szívesen kesztyűre szállni. Található itt még egy solymász sapka. Bizonyos solymász madarakat szoktunk sapkázni. Őket pont nem, a héját se, de a solymokat is, például a cirkuszast igen. A solymokat azért szoktuk sapkázni, mert sokkal ijedősebb madarak, mint a vörösvállú évek. Szállítás során, hogy ne ijedjenek meg semmitől, sapkát teszünk a fejükre, és a vadászterületen veszünk le a fejükről. A szirtisast viszont nem ezért sapkázunk, hanem azért, mert a szirtisast nagyon veszélyes a gyermekekre és a kutyákra. A szirtisastot vadászatnál kutyát nem is használunk, és gyereket sem viszünk magunkkal. És a vadászterületen, amikor tiszta a teret, csak a zsákmányállat, a nyúlóka vagy az ősz tartózkodik, akkor veszünk le a szirtisastról sapkát. Ők egyébként teljesen veszélytelenek az emberre, aki abszolút majd megijedni, hogyha közel repül valaki az akkor sem. Jó. És hát az ilyennél van egy kisebb méretű vadásztalisznya. A napi repítések az bőven elég, amikor zsákmányolásra nem számít. Egyébként ezekkel a méretű vadászmadarakkal lehet zsákmányolni pártán, nyúl, vatra, csomagokra méretű vadakat. Természetesen csak vadászmadarak vadfajokra használjuk őket. És akkor meg is kezdjük a madaraknak a átszerszámozását, és ha elengedjük őket, mutatunk egy kis repítést, és aztán aki szeretné, kettőre kifogja a madarainkat. Nyugodtan. Közben nyugodtan lehet kérdéseket feltenni, szívesen válaszolni. Mit szoktál az ügyetlen? Ezek az állatok megjegyzik, hogy kiagasztáljuk? Igen, megjegyzik. Ha tudják, én most, hogyha elengedném őket és elkezdenék sétálni, jönnének utánam, vagy utánunk. De a te kezedre is rászállnak szívesen, hogyha majd szeretnék. Én is szeretném majd. Ha kesztyűt fel lehet venni, és akkor majd rá lehet kívni. Én megmedám. Akár mekkora én vagyok. Jó, akkor neveljük őket. Kézzel letettük őket, nem tudtak még repülni se, és hát kis fejhes kis picitek és fiókák voltak, és minden egyes falaknál egy pütyót hallottunk, azt majd fogjátok hallani itt a behívások során, és akkor ez bevésődött a kis agyukba, és hogyha meghallják ezt a pütyót, akkor tudják, hogy egy jutalomfalatra fogja várni a kesztyűt. Jó, és engedem a madarunkat. Látszik, hogy esze ágába sincs elmenni tőlünk, főleg megriadni. De attól függetlenül azért arra kérek mindenkit, hogyha majd közel megy a madár, hogy maradjunk nyugodtan, jó? Azért, hogy ne riadjanak meg, mert... Tehát abban, hogy ők ennyire szelidek, ebben nagyon sok munka van, viszont elvadítani őket egy hirtelen sikítással, vagy egy hirtelen mozdulattal azért el lehet. És akkor utána megint nagyon sok idő, amíg visszanyerjük a madaraink bizalmat. Most maximális bizalommal vannak. Már nagyon jól tudja, hogy itt egy jutalomfalat fog előkerülni a tarisznyából. Távolabb röpmunkára lesz szükség, hogy megkapja. Hát ilyen gyönyörűen repülnek a madarak. És hogyha most ezt az erdőt besétálnánk, ők fáról fára ugrálva jönnének utánunk. Hát védlen zsákmányolás előtt szokott fordulni. Benne van a patliban, ugye az ő ragadozó madarakról van szó. De nem szerencsés. Egyébként héjával vadászunk, héjával solymászunk rendszerint. Most a hímecske egy elég rossz üvegű ágat választott. Megpróbáljuk, hogy elmegyek kicsit messzebbre, és akkor messzebbre hívogatunk, akár itt az önök feje fölött is. Itt
De milyen közel volt hozzá? Végében. Igen, szóra akár 10-20 percig is mereven tud állni a kutya, órával mutatja a lapuló vadat. Mindosan tud menni? Hát ők egy olyan 50-60 km per órával repülnek, a vándorsulón pedig egy olyan közel 300 km per órával. Nem felülről szabad a húst a csőrébe tenni, mert ha alulról tenném, az lenne az első dolog, hogy a lábával megfogna a kezemmel egy. És olyankor azért azt csontig szorítja. Jó, és akkor nem tudom, van-e kérdés, egyébként nyugodtan tessék. Mikor fogjuk rárakni a kezünket? Most, a kérdések után közvetlenül. Jó, egyéb kérdés? Jó, akkor volt egy olyan kérdés, hogy ezek a madarak hány évig élnek körülbelül. Ezek a méretű ragadozó madarak átlagosan jó körülmények között solymászkézen 20 évig is élnek. Természetben persze nagyon nagy a szelekció, meg az egyéb emberi tényezők által okozott veszély, ott ilyen 4-5 éve szoktak megélni a ragadozó madarak. De a kétisas például 60-80 évet is él. Ők több generációs vadászmadarak, tehát hogyha valaki kétisassal elkezd vadászni, jól meg kell, hogy fontolja, hogy az utóra is majd fogja ezt az ősi vadászati módot. Egyébként három ősi vadászati mód van, a solymászat, a vadászíjászat és az agarászat. Idéntől már az agarászatot is lehet hivatalosan végezni Magyarországon, eddig az be volt írtva, csak vadászíjászattal lehetett és solymászattal. Egyébként, hogy valaki Magyarországon solymász lehessen, ahhoz alapból egy lőfegyveres vadászvizsgával kell rendelkezzen, és utána ezt lehet kiegészíteni vadászíjászattal, solymászattal vagy agarászattal. Jó. Akkor, hogyha valaki szeretné kipróbálni a vadárnak a behívását, akkor ez jöjjön, de legyen szíves. És nekik egy gazdájuk van? Hát mi ketten vagyunk igazából. De másnap nem lehet így átruházni? Vagy? Át lehet. Ezt a fajt nagyon könnyen át lehet szoktatni, mert ők nagyon szociális madarak. De nem mindegyik olyan könnyű. Mindegyiket lehet, de nem mindegyiket olyan könnyű. Hogyha a solymász megunja a vadászmadarát, nem célszerű őt elengedni csak úgy, hanem egy hosszas visszavadító folyamatot meg kell, hogy előzze. A madár önellátásra képes, csak pont azért már nem fél az embertől, olyan helyen fog zsákmányolni, ahol őt baj fogja érni. Jó. Akkor ennyi a szeretnétek elképteni? Ezt ide megkínálni sorban, jó? Megmutatom, hogy hogyan kell majd hívni a madarat, jó? Tehát háttal kell hívni a madarat, és a kesztyűs kezet fel kell emelni, és úgy, hogy az ujjatok vége kicsit legyen magasabban, mint a kesztyűnek ez az oldala, jó? Az a lényeg, hogy ne lógassuk a kesztyűt semmi szín alatt. Tehát, hogyha így lógatjátok a kesztyűt, akkor a madár mindig a magasabb pont felé törekszik, és föl fog mászni egészen a fejetek tetejéig. Viszont, hogyha ez lesz a magasabb pont, akkor csak ide fog.
hátra. Vagy én ráteszem a húst, meg kicsit jöttem. Vett fel a arabok mire vadásznak vele, mert az arabok is szeretik ezeket a solymokat. Arabok nagyon szeretik, igen. De mire vadásztatják? De ott se róka, se üzt. Igen, a sivatagban már nem nagyon van vadállomány. Helikopterrel viszik fel nekik a túlzokot, akármilyen védett állatok. Légkondicionált röpdébe tartják őket, teljesen más kultúrája van ott. Már most, mint ami az ősi forma volt, ami mondjuk Ázsiában, napjainkban is működik, mondjuk a mongoloknál. És az ősi formájában mire vadásztatták az arabokat? Sorban. Hát a súlyomban madarakra vadásztak, sassal, ilyen antilopfélékre például. Tehát jól tartani. Meg? A trájba csoltam.
Levi, hazavigyük? A nyuszi mellé beszél a kettetbe, jó? Igen. Ugyanilyen nagy volt. Látod, hogy ugyanilyen kezem. De Levi, fáj. Hoztam le a sasorba. Szerintem el fogja vihetni. Hát én kell így vihetem már. Ha beszélnél, Levi, akkor te így vihetni. Én megvenném. Apa. Igen. Madaraknál a vadászkondíció, tehát magyarán a testsúly, az mindennapos ellenőrzést igényel. Digitális madármérleggel mérjük a madaraik kondícióját, és akkor még azt is be lehet lőni, hogy ő neki pászára, nyúra vagy mire legyen kedve indul. A testsúlya így be lehet állítani. Nagyon összetett dolog egyébként a solymászok, olyan egyszerűnek tűnik. Nem csak vadászokkal foglalkozunk, hanem tenyésztjük is a ragadozó madarakat, bemutatókat is tartunk, és ragadozó madár védelemmel is foglalkozunk. Most kockára vágott gulyfangust kapok egyébként. Ugye a hétköznapokban szoktak napos csibét, napos gulykát, galambot. Ja.
És azért az fontos, hogy csak nyers hússal szabad etetni. Tehát kőt, hússal nem, hússal nem. És valami növényi, vagy gabonaszemek, ilyesmi, semmi? Tehát semmi növényt nem eszik, vépát, vagy ilyesmi. Igen, egy főtös azt azért sokkal lehetett tartani, főleg egy egész napos folymászatot végig sétálni vele. Milyen sólyom is ő? Sólymász madarak, de nem sólymok, hanem vörösvállú bőjvek. Bőjvek, aha. Bemutatásra ők a legalkalmasabb, a szociálisra. Aha. A minden ragadozó madárral történő vadászatok sólymászatok. Egyébként kerecsen sólyomban Magyarországon nem is szabad sólymászatok. Jogszabály nem enged. Pár van csak. Annyira véde. Aha. Több van, mint a környező országokban, ott pedig szabad. De... Aha. Egyébként ezek a madarak napi repítést igényelnek, tehát minden nap repülnek, két órán sétálunk velük erdőbe, és akkor követnek benne. Nem vagy kadás? Akármilyen nehézségben is mondom, mert még egy a maximum 3 ember nagyon jól akarnak a délután. Hát én mi nem
Valaki még szeretné próbálni? Megyek én még egyet. No. Köszönöm,